Bravúros győzelmet szerzett a Szerencsvárosi Sportegyesület labdarúgó csapata a megyei másodosztály keleti csoport 17. fordulójában. A Tatai Zoltán ifjúsági sporttelepen március 9-én Tiszakarád gárdáját fogadta a Szerencsi csapat. Az első játék rész 12. percében Lengyel László révén szerezték meg a helyiek a vezető találatot, majd Tóth Alex a 16. percben, Gombos Ádám a 35. percben ismét betaláltak az ellenfél hálójába. A második félidő 57. percében a Tiszakarádi Karádi Zsiga István szerezte meg a szépítő találatot az ellenfélnek, majd Lengyel László 39. 73. 85. percében Mester döntötte el a mérkőzést. A Szerencsvárosi Sportegyesület Tiszakarád labdarúgó mérkőzés 6-1 arányú szerencsi győzelemmel zárult. Az ifjúsági csapatok találkozóján 9-0 arányú szerencsi győzelem született.